Születünk, élünk és meghalunk, folyamatban változunk, és így vagyunk örökké. Mindent előszörre vágysz, mindent utoljára látsz, de benne vagy. A Szent László Kórháznak ez a része 1895 óta működik. Ez volt a régi Szent Gellért Kórház, a város széli járványkórház. Ma már a város központjában van, és modern kórház, de ma is itt ápolják a fertőző betegeket, többek között a vírushepatitisben szenvedőket is. A vírushepatitis többféle vírus okozza. A hepatitis A vírus, az a járványos májgyulladás kórokozója, az vízzel, élelmiszerrel terjed. A hepatitis B és C vírus, ezeket a felfedezés sorrendjében nevezték így el, vérrel, sőt a B vírus testnedvekkel is terjed. A B vírus súlyos, elhúzódó hevenybetegséget okoz, de szerencsére 90%-ban meggyógyul. 10%-a átmegy krónikus betegségé, és évek alatt májzsugorodás, sőt májrák is kialakulhat. A C vírusról azért beszélünk többet, mert az ugyan enyhe, gyakran tünetmentes heveny fertőzést okoz, évekig tünetmentesen zajlik, de 70-80%-a megy át krónikusba, amikor szintén májzsugorodás és májrák alakulhat ki. A tünetek gyakran utánoznak más enyhe betegségeket, az ember nem is gondol rá, hogy ebben a betegségben szenved, fáradékonyság, kedélyingadozások, ízületi fájdalmak jelentkezhetnek. Amikor kialakul a májzsugorodás, a tünetek súlyosabbá válnak, és a betegség felgyorsul. Kérem szépen, kapott ön valaha vérátömlesztést? Igen, balesetből kifolyólag 1985-ben, 5 évvel ezelőtt kezdődött egy ilyen levertség, fáradtság, és akkor orvoshoz fordultam, és ott a vér eredményből, a máj funkcióból derült ki, hogy és készítettek ilyen vírusvizsgálatot is, hogy a hepatitis C vírus fertőzésem van. Kapott-e kezelést? Igen, most 2 alkalommal kaptam, először fél évig, majd most 4 hónapig most fejeződött be a kezelés, de eredménytelen lett. És a májfunkció? A májfunkció és az egyéb leletek azok jók. 1949-ben ikertestvéremmel együtt koraszülöttként jöttünk a világra, és annak, hogy élünk, azt a véradásnak köszönhetjük. És amikor eljött annak az ideje, mi kötelességünknek tekintettük azóta, hogy vért adjunk. 1986-ban az utolsó 38. véradásom alkalmával az Országos Vérellátóközponttól kaptam egy kiértesítést, hogy többet nem adhatok vért, mert a májamban ilyen hepatitis C vírust találtak, és gyógykezelése szorulok a továbbiakba. Amire nem számítottam, igen komoly gondot, problémát jelentett a munkahelyemen, mert amikor benn közöltem át a vérellátás vezetőivel, hogy nem adhatok többet vért, az első kérdés az volt, hogy mi van, te alkoholista vagy, és mi nem is tudunk erről, és teljesen le voltam döbbenve. Erről a munkahelyemről el kellett menni, lényegében ki lettem közösítve, nem csak én is, hanem nagyon sokan, akik ebben a helyzetben, abban az időben benne voltunk. Külön mindig el kellett magyarázni, hogy nem vagyok alkoholista, nincsenek ilyen problémáim, hanem egy fertőzött tűtől kaptam ezt a betegséget. A gyógyulásomat elsősorban annak köszönhetem, hogy időben elmentem, szakorvoshoz elmentem, időben megkaptam a kezelést, időben megkaptam a felvilágosítást, az, hogy mire kell odafigyelni, és most a 86-os évet figyelembe véve 50%-os minőségi javulás van a számomra, és mindezt a korszerű felvilágosításnak köszönhetem. A Szent László Kórház hepatológiai osztályának orvosai 14 évvel ezelőtt hozták létre a májbetegekért alapítványt.
azzal a célral, hogy az osztályon kezelt és gondozott májbetegek gyógyításának a színvonalát emeljük. Az indítékunk az volt, hogy Magyarországon a májbeteg halálozás Európában első helyen áll. Az alapítványunk fő feladata a tájékoztatás lett, hogy felhívjuk az orvosok és a betegek figyelmét a diagnózis és a kezelés lehetőségeire. Évente rendezünk továbbképző tanfolyamot házi orvosoknak, gasztroenterológusoknak a májbetegségekről. Az interneten a mybeteg.hu és a mymoy.hu weblapokon találhatók információk, ahol a betegek olyan tesztlapot találnak, aminek a kitöltésével fölmerülhet a gyanú bennük, hogy ebben a rejtőzködő betegségben szenvednek, és megtalálják, hogy milyen lépéseket kell tenniük, hogy ez kiderüljön vagy kizáródjon. Évente kimegyünk a Sziget Fesztiválra, hogy a fiatalok között terjesszük a hepatitiszről szóló ismereteket, felhívjuk a figyelmüket a betegség veszélyeire és a kezelés lehetőségeire. A Vimor Egyesület a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete. 2003. júniusában alakultunk meg, 320 fő a taglétszámunk. Érdekképviseleti szervezet tulajdonképpen a Vimor. A tagjainknak az érdekeit képviseli minden területen, orvosi, társadalmi területen, munkajogi területen. Összejöveteleink általában negyedévente vannak. Mindig a tagokkal beszéljük meg az aktuális témákat. Mindent előszörre vágysz, mindent utoljára látsz, de benne vagy egy nagyobb képben, mint aki ébred éppen. A hepatitis C, illetve a B vírus fertőzésnek a diagnosztikájának nagyon meghatározott lépései vannak. Először a háziorvos az, aki a vizsgálatot kéri, bármelyik laboratóriumban, ahol ilyen jellegű vizsgálat van, elvégzik a vizsgálatot, szérumot kell beküldeni. Hepatitis C esetében antitestet, hepatitis B esetében vírust mutatunk ki. A háziorvos ezzel paralel elvégzi a különböző laborvizsgálatokat, elsősorban a májenzimeket. Abban az esetben, hogyha májenzimek magasak, és abban az esetben, hogyha például a hepatitis C esetében az ellenanyagvizsgálat pozitív, a háziorvosnak lehetősége van a hepatológushoz való beküldésre. A hepatológiai szakrendelőből elküldik például úgynevezett vírusmennyiség meghatározásra, és a plazmában a vírusmennyiséget meg tudjuk mérni. Ezt követi utána az esetek jelentős részében, illetve most már szeretnénk bevezetni az úgynevezett genotipizálást, ahol meg tudjuk mutatni azt, vagy ki tudjuk mutatni azt, hogy pontosan milyen típusú a vírus. Vannak olyan genotípusok, ahol nagyon jó a kezelésnek a valószínűsége, van, ahol ez nem annyira jó, de ezt mindenképpen a klinikus fogja eldönteni, hogy milyen típusú kezelést fog ajánlani. Betegünk esetében hepatitis C vírus infekciót, tehát krónikus C vírusos májgyulladás gyanúját állapítottuk meg. Ilyen esetben az esetek zömében fontos, hogy szövettanilag megvizsgáljuk, illetve szövettanilag megvizsgáltassuk, hogy milyen fokú gyulladás zajlik a májban. Csak a vérvizsgálatokkal igazából nem tudunk teljes információt nyerni. Tehát a terápiás döntéshez nagyon fontos a szövettani eredmény. Itt most készülünk a betegnél egy májbiopszia elvégzésére. Ezzel az egyszerűnek látszó, tulajdonképpen egy injekciós tűhöz rendkívül hasonló eszközzel. A biopsziának a során helyi érzéstelenítés elvégzése után a bőrön keresztül tulajdonképpen beszúrunk a májba egy injekciós tűvel, és egy pici szövethengert veszünk ki szövettani vizsgálatra. Ezek a kis szövettani minták, ez körülbelül egy olyan 2,5 centi hosszú májhenger összességében, ami tehát szövettani vizsgálatra megy, és ez fog felvilágosítást adni arról nekünk, hogy milyen mértékű gyulladás zajlik a májban, illetve mennyire heges ez a máj. A
Budai Hepatológiai Centrum 2007. szeptemberében alakult, és 2009. márciusában költözött új helyre, ide a Királyhágó utcába, ahol 3 rendelőben látjuk el a májbetegeket. 2007. szeptember óta a centrum a gasztroenterológiai szakmai kollégium által a krónikus vírushepatitiszek kezelésére akkreditált központok sorába került. A Budai Hepatológiai Centrum 3 rendelőjében Budapest vezető hepatológusai látják el az idült májbetegségben szenvedőket, krónikus vírushepatitiszben, alkoholos májbetegségben, nem alkoholos zsírmájban és egyéb idült májbetegségben szenvedő betegeket. Legnagyobb örömünkre Magyarország első és eddig egyetlen fibroszken készüléke is a Budai Hepatológiai Centrumban működik, amely az idül diffúz májbetegségekben a májkárosodás súlyosságának a megítélését teszi lehetővé. A fibroszken egy új vizsgáló módszer az idül diffúz májkárosodások súlyosságának a megállapítására. A vizsgálat lényege az, hogy a máj rugalmasságát mérjük. Ennek pedig az az elvi alapja, hogy a májbetegségek esetében, és ez független a kiváltó októl, akár vírusos májgyulladásról, akár alkoholos, akár gyógyszeres májkárosodásról van szó, ugyanaz a korfolyamat zajlik le a májban, sejtkárosodás, gyulladásos reakció, és ennek a következtében hegszövet, kötőszövet szaporodhat fel, ezt nevezzük fibrózisnak. Ez a hegszövet, kötőszövet, ez keményebb, rugalmatlanabb, mint a normál májszövet, így tehát a mért értékből tudunk arra következtetni, hogy van-e ilyen a májban, és ha van ilyen, akkor ez milyen mértékű. A tranziens elasztográfia, azaz a fibroszken, egy fájdalmatlan vizsgálat, mindössze 20 percig tart az egész, semmiféle előkészítést nem igényel, a betegnek még éhgyomorra sem kell maradnia hozzá, és azonnal kézbe kapja a leletet. Sok jelentkező van, sok vizsgálati igény, aminek nyilván az is az oka, hogy a gép még nem egészen egy éve van csak a Magyarországon, és jelen pillanatban ez az egyetlen gép csak. De győzzük természetesen, a rendelési időt rugalmasan változtatjuk, hogy maximum 1-2 hét a várakozási idő. Azt szoktam röviden mondani, hogy a fibroszken, a tranziens elasztográfia meg tudja mondani, hogy mennyire beteg valakinek a mája. Azt, hogy mitől beteg, azt nem a gép mondja meg, azt a hepatológus, akihez utána a beteg elmegy. A fogászati szakellátás során rendkívül fontos a megfelelő műszereszköz fertőtlenítés és sterilizálás. Három ok miatt fontos ez, egyrészt a személyzet védelme a betegek által közvetített fertőzésektől, másrészt a betegek védelme az esetlegesen a személyzettől elkapható fertőzések miatt, valamint a betegek védelme a keresztfertőzésektől, hogy egymástól ne kapjanak el semmit. Többrétűen tudjuk végrehajtani, egyrészt minden műszer, ami a beteggel érintkezik, az először is átesik egy alapos mechanikai megtisztításon, utána pedig a megfelelő behatási ideig egy úgynevezett hidegsterilizáló kádban ázik. A behatási idő letelte után pedig kivesszük a műszereket, leszárítjuk, és utána a megfelelő egyszer használatos sterilizáló fóliába kerül becsomagolásra, majd pedig az úgynevezett autóklávban kerül sterilizálásra. Ez megfelelően gyors eljárás, hogy akár két kezelés között is el lehessen végezni, és az ANTS által előírt vizsgálatokat rendszeresen havonta elvégezve ez teljes mértékben biztonságos és 100%-os sterilitást is ad. Természetesen a betegektől az úgynevezett anamnézis lapon, amikor a kórelőzményekre kérdezünk rá, sok más betegség között, ami befolyásolhatja a kezelést, föl van tüntetve kérdés a fertőző betegségekre, köztük a fertőző májgyulladás hepatitis C-re is. De igazándiból minden pácienst úgy kell tekinteni, mint potenciális fertőző forrást, hiszen nem feltétlenül a rossz indulatot kell gondolni róluk, hogy nem vallják be, hanem azt, hogy lehet olyan eset is, hogy még nem is tudnak róla, hogy betegek és fertőznek és fertőzhetnek, ennek ellenére már előfordulhat ilyen. Tehát mindig kötelezően egyszer használatos gumikesztyűben, szájmaszkban és szemüvegben kell dolgoznunk. A
tetoválás ősi mesterség, ami több ezer évre nyúlik vissza. Már időszámításunk ezelőtt több ezer évvel egy olyan dolog volt, ami az egész földkerekségen működött mindenhol, és különböző ilyen Amazonas menti, illetve őserdei populációban mai napig működik és van. Ma a tetoválás újra úgymond reneszánszát éli, és egy elég nagy divat. A modern tetoválás azért annyiban különbözik az ősi tetoválásoktól, hogy a higiéniára odafigyelünk. Igaz, technikailag is teljesen más az egész történet, de alapjaiban maga az elv ugyanaz. A bőr alá juttatjuk a festéket, és ez ugye vérrel jár ez a dolog, minimálisan, de benne van ez is. Éppen emiatt fertőzéseket kaphat az ember, hogyha a higiéniai részére nincs odafigyelve rendesen. Ezért a mai modern tetoválás, tehát mondjuk egy stúdióban, egy jó stúdióban úgy működnek a dolgok, hogy minden teljesen sterilen van tartva. Fóliázva vannak a spricnitől kezdve, a lámpa, minden, amit az ember megfog kézzel vagy gumikesztyűvel, az le van fóliázva. Illetve ha nincs lefóliázva, akkor egyszer használatos eszköz. Vannak bizonyos része a tetováló gépnek, mint például a markolat, amit ugye nem lehet eldobni, mivel az azért nem egy olcsó mulatság, éppen ezért ezt a részét sterilizálják. Ez viszont úgy működik, hogy első lépésben, mikor az ember használja, akkor először egy tisztítási folyamat jön, le van tisztítva, tisztítás után van egy fertőtlenítés, ami egy ultrahangos rezegtetőben egy ilyen fertőtlenítő folyadékban történik. Az ANTS előírta egy ilyen szabályba, hogy csak is kizárólag egészséges bőrfelületre, egészséges emberre tetoválhatunk, amiben már benne van az is, hogy mondjuk egy AIDS vagy egy hepatitisszel fertőzött embert, azt nem tetoválhatunk. Tehát minden tetoválónak kell tennie sterilizáló vizsgát. Ez a vizsga azért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogyan küszöbölhetjük ki a baktériumokat, illetve a fertőzéseket, hogy ugye senki ne fertőződjön meg semmivel, se a tetováló, se a vendégek. '90-ben került felfedezésre a hepatitis C vírus, és utána történtek meg azok a vizsgálatok, amelynek kapcsán ezt a betegséget gyógyítani lehet. A felfedezés óta ma is csak a betegségnek 60-70%-át tudjuk meggyógyítani. Amikor az első terápiás eredmények megtörténtek az interferonnal, amely a vírusnak az eltakarítását jelenti, az 1989-90-ben volt. Éppen Magyarországon 1990-ben volt egy Európai Májkutató Társaság kongresszus, amelynek akkor én lehettem az elnöke, és ez megtiszteltetés volt számomra. Hufnagel professzor Amerikából ezen a kongresszuson mutatta be az első eredményeket. Ezek azt jelentették, hogy 1990-ben a betegeknek mintegy 6-8%-át már biztosan meg lehetett gyógyítani. Későbbiek folyamán ennek az interferonnak újabb molekulái kerültek előtérbe, amelyeket úgy alkalmaztak, hogy tartósabban lehetett adni őket, nem kellett minden másnap adni, hogy megfelelő szintet a szervezetben biztosítsanak, és ennek következtében az eredményesség jobb lett. Úgy értendő ez, hogy egy vegyületet hozzácsatoltak az interferonhoz, ezáltal, ha beadták injekcióba, ennek a felszívódása lassabban történt meg, és így hetente egy alkalommal kellett adni az injekciót. Aztán másik nagy felfedezés volt az, hogyha ezt az injekciós kezelést összekombinálják egy tablettás kezeléssel, ennek a tablettának a neve ribavirin, akkor a hatékonyság még jobb volt. Ez a gyógyszeres és injekciós kezelés nem könnyű kezelési mód. Betegtől, orvostól nagy figyelmet igényel és nagy gondosságot, mert a kezelésnek mellékhatásai is vannak. Azonban nem olyan gyógyszeres és injekciós kezelés, ami a betegektől kórházi ápolást várna el. A betegek az injekciós technikát megtanulják, saját magukon alkalmazzák, és otthon lehetnek. Ennek a kombinált kezelésnek számos mellékhatása lehetséges. Mellékhatása lehet az interferonnak, mellékhatása lehet a ribavirinnek.
de általában az a gyógyszer hatásos, amelynek mellékhatása is van. Ezek a mellékhatások nem veszélyeztetik az életet, leginkább influenza-szerű mellékhatást eredményeznek, láz, izom, izületi fájdalmak léphetnek fel akkor, amikor a betegek az injekciót megkapják, illetve a ribavirinnek van olyan mellékhatása, hogy a vörös vérsejtszám és a fehér vérsejtszám csökkenését eredményezik. Éppen ezért a betegeknek feltétlenül szükséges rendszeresen elmenni az orvosi ellenőrzésre, hogy ennek megfelelően lehessen alakítani a betegeknek a terápiáját. A vírusellenes kezelést sajnos nem minden beteg kaphatja, számos ellenjavallata és mellékhatásai vannak a gyógyszereknek, de sikeres kezelés esetén a vírus kipusztul a szervezetből, a májgyulladás megáll, a máj regenerálódik, és a beteg gyógyultnak tekinthető. A betegek egy része vírus pozitív marad, de a májfunkciók tartósan normálisak. Ezeknek az életkilátásai és az életminősége teljesen jó. A gyógyult betegek esetén is figyelemmel kell lenni arra, hogy érzékenyebb marad a máj a hosszas betegség után, tehát az alkoholfogyasztástól továbbra is óvakodni kell, diétázni viszont nem kell. Gondot kell fordítani a vegyes, egészséges táplálkozásra, a fűszerek nem károsak, sőt, javítják az emésztést, inkább hasznosak. A nem gyógyuló betegeket tovább ellenőrizzük, hogy az esetleg kialakuló májzsugarodás tüneteit időben észrevegyük, a szövődményeit elháríthassuk, és a májátültetésre szoruló betegeket időben felkészíthessük, és a megfelelő szakintézetbe irányíthassuk őket. A májátültetés klinikailag emberek számára az 1960-as években indult el az Egyesült Államokban, és a 70-es években ért el az európai kontinenst. Magyarország már a 80-as években májátültetésben elsőként remekelte a közép-kelet-európai országok között. A program szerinti májátültetés pedig 95-ben indult el Magyarországon, és ma már a nyugat-európai központok középméretű centrumává tartozunk. A megfelelő donor az agyhalál kategóriájába befoglalható donorokat jelenti. Sajnos máj esetén a donorokat kritikus szemmel nézzük, mert a máj minősége az nagyrészt függ a donor egészségi állapotától, múltjától, életvitelétől, és ebben nem túlságosan remekelünk Európában. Minden esetben a máj donáció jelentésekor egy szigorú európai standardokra épülő protokoll végigkövetése után történik meg csak a donorműtét. A legnagyobb indikációs kört, tehát palettát, az alapjában véve a krónikus májbetegek képviselik. Ez a májátültetési programoknak körülbelül 80%-át jelenti, és ebben a májzsugor okozta májbetegségek jelentik a fő indikációt. Itt a vírusok, hepatitis C, hepatitis B, ennek 30%-a, közel egyharmada, a másik egyharmada az alkohol okozta a májbetegség, illetve az úgynevezett epeuti eredetű biliáris cirrózisok jelentik, természetesen egyéb indikációs körök is léteznek. A gyógyszerek hatásának eredménytelensége után, ha a máj definitíve, tehát véglegesen átépült és megkeményedik, kötőszövetesen átalakul, akkor valójában az egyetlen módszer, amivel a beteg életét meg lehet menteni és meghosszabbítani, az a májátültetés marad. A májra való várakozási idő átlagosan a legutolsó statisztikai adataink alapján 222 nap, tehát azt jelenti, hogy valaki a listára kerül, az átlagosan 222 napot kell várni ahhoz, hogy májhoz jusson. Ez természetesen lehet rövidebb, sokkal, de sokkal hosszabb is, akár több év is, például ritka vércsoportú, illetve ritka testméretű gyermekek, akár felnőttek esetén. A magyarországi májátültetéshez szükséges májak donációs terület az az ország határain belül történik, Magyarországon jelenleg nincsen lehetőség külföldi szervcserére. Ez év februárjában kerültem fel a listára. A telefonon riadóztattak. Egy koordinátor felhívja a számot, és 10 percen belül kész kell lenni, mert jöhet értem a mentő 10 perc múlva. Két hónappal ezelőtt is volt egy riadó, fel is hoztak mentővel,
csak a donor máj nem felelt meg, és azt mondták, hogy elmarad. De úgy hallottam, hogy általában mindenkinek van egy-két-három riasztás, mire az éles összejön. Engem délután 6-kor riasztottak, akkor kerültem be a kórházba, és reggel 5-kor kezdődött a műtét. Intenzív osztályon voltam külön, egy nővér felügyelt rám. Amikor felébredtem, hát egy napig voltam ott, és következő nap sorba szedték ki a cseveket belőlem, a lélegeztetőgéptől szabadítottak meg elsősorban, és akkor mindenféle katéterek, meg a váladékot szívják el, azokat a cseveket kiszedték, és akkor utána kerültem le egy ilyen egyszemélyes szobába. Ezt a kilökődésgátló tablettát, amit szedek, azt folyamatosan szednem kell, míg élek. Hetente kontrollra kell járnom fel Pestre. Itt vér és labor eredmények függvénye a további gyógyszerkezelés. És az első 3 hónapot mondják, hogy nagyon vigyázni kell, mert az immunrendszert legyengítik, hogy az új szervben maradjon, és ezáltal nagyon hamar el lehet kapni betegségeket, meg fázástól kezdve. Súlyosabb dolgok lehetnek belőle. A beteg műtét után 48-72 órát intenzív osztályon marad, és általában az a jó, hogyha az intenzív osztályról maximum hetedik napig a betegeket sikerül levenni, mert az jó prognózist jelent. Tehát a beteg általános állapota olyan, hogy az intenzív osztályt hamar el tudja hagyni, és gyorsan fölépül, akkor a máj, átültetett májnak a működése alapjába véve már az első órákban látható, és a beteg nagyon-nagyon gyorsan, napok, órák alatt meggyógyulhat, talpra állhat, és 2 hét után akár elhagyhatja a kórházat. A hepatitis C vírus az új májat is megfertőzi, ennél a betegcsoportnál szorosabb együttműködése van szükség beteg és orvos között, hogy a vírus visszakerülése esetén az ismételt gyógyszeres kezelést idejében lehessen elkezdeni. Jelen esetben 40-50 májat ültetést tudunk végezni évente, amelynek az oka a limitált donor szám. Az átültetettek átlag életkora az a nemzetközi irodalomnak megfelelően alakul. Az átlag életkor közepének a 35-45 éves életkort lehet tekinteni, de természetesen gyermekeket és idősebbeket is transzplantálunk. Gyermekek az indikációs kör körülbelül 8%-át, az idősebbek szintén a 8-10%-át jelentik. A legmagasabb életkor az 73 év volt, amikor transzplantációt végeztünk, előfordulhat ilyen életkorban is májátültetés, jó eredménnyel. Az idejében történt májátültetéstől nem kell félni, természetesen rizikója mindennek van, de a beteget jól előkészítve, megfelelően felkészítve a műtétre, a siker az 85% fölötti. Hát az az igazság, hogy egy új életet kapott az ember, így kell felfogni, hogy minden nap egy ajándék. Az ajándék életé, az ajándék perceké, köszönettel születünk, élünk és meghalunk, folyamatban változunk, és így vagyunk örökké. Mindent előszörre vágysz, mindent utoljára látsz, de benne vagy egy nagyobb képben, mint aki ébred éppen. Az ajándék életé, az ajándék perceké, köszönöm.